Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Ismét használhatják a személyautók a Szolnoki úti aluljárót. Névhasználati felülvizsgálat indult a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda és iskolával és fenntartójával a Gyermekkert Waldorf Egyesülettel szemben. Egy 80 év körüli nő holttestét találták meg Izsákon egy tűz után, ahol nádas és avar égett nagyjából 500 négyzetméteren vasárnap délután. Újra megnyílt a Szolnoki úti aluljáró az autósok számára. A Bem utca, Kuruc körúti turbókörforgalom építése miatt tavaly ősz óta volt lezárva a forgalom elől. A Szolnoki úti aluljáró március 31-én vasárnap ismét megnyílt a forgalom számára. Tavaly november 19-én zárták le az autósok és a tömegközlekedés elől a Bem utcai Kuruc körúti turbókörforgalom építése miatt. Mögöttem látható a Szolnoki úti aluljáró, amely a tegnapi nap tavaly is március 31-től újra megnyílt a forgalom számára. A Bem utca Kuruc körút körforgalom építése miatt eddig le volt zárva. Az autóbuszok ugyan járhattak az aluljáron keresztül, viszont mostantól már a kocsisok is használhatják nyugodtan. Az elmúlt időszakban először a csapadék és szennyvíz csatornákat, az elektromos távközlési és ivóvízvezetékeket tették rendbe és helyezték át, valamint kicserélték az aluljáró támfalait, rehabilitálták a kerékpár és szervízutakat. A tiltást először a buszok számára oldották fel az aluljárót érintő munkálatok befejeztével. Az összetett műszaki beruházás nagyjából 1,2 milliárd forintba kerül. A helyszínen a munkálatok ugyan még tartanak, de vasárnaptól újra elkezdhették használni a járművek az aluljárót lámpás irányítás mellett. A Kuruc körúton pedig szakaszos lezárásokra kell számítani, azonban nagyobb fennakadásokról eddig nem érkezett hír. Az építés következő, vagyis negyedik üteme a tervek szerint június 30-áig tart majd. Az utolsó, ötödik ütemben június 30-ától részleges forgalomkorlátozások lesznek. Ekkor készül majd el a turbókörforgalom, várhatóan 2019. novemberéig. A korlátozásokkal járó beruházástól többszörösen pozitív eredményt várnak. A fejlesztés nem csak gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a forgalmat, hanem a közművek átépítésével megoldhatja az aluljáró jól ismert vízelvezetési problémáit is. Rendkívüli névhasználati felülvizsgálat indult a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda és iskolával, valamint fenntartója a Gyermekkert Waldorf Egyesülettel szemben. Péntekig kaptak határidőt az érintettek, hogy megválaszolják a Magyar Waldorf Szövetség kérdéseit. Mint ahogy arról már korábban hírtattunk, nagy problémák alakultak ki a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda és iskola, valamint fenntartója a Gyermekkert Waldorf Egyesület körül. A háttérben egy elhúzódó konfliktus áll. Március 24-től azonnali hatállyal leváltották Balla Beáta intézményvezetőt, majd a következő napon két pedagógust mentett fel Farkas Zsuzsanna, az új vezető. Ezt követően a többi pedagógus táppénzre ment. A pedagógusok megkeresték a Magyar Waldorf Szövetséget több, szerintük jogszerűtlen intézkedés miatt. A szövetség tagjai most egy soron kívüli, rendkívüli névhasználati felülvizsgálatot indítottak. A feleknek péntekig három kérdésre kell választ adniuk. Az egyesület valóban nem vesz föl tagokat a közgyűlése során, annak ellenére, hogy megfelelnek az alapszabályban meghatározott feltételeknek. Az intézmény vezetőnek a megbízásának a visszavonását azt valóban a pedagógiai kollégium döntése nélkül hozta meg az egyesületnek a vezetősége, vagy hát maga az egyesület. Miután ez megtörtént, utána az új intézményvezetőnek a megbízatását, a megbízását ugyanúgy a pedagógiai kollégium döntése nélkül határozta el meg. Ugye a Waldorf iskolában az összes személyi kérdésben a pedagógiai kollégium az, aki döntést hoz. A harmadik kérdés pedig az, hogy az új, a nem pedagógiai kollégium által megválasztott intézményvezető volt-e az, aki a kollégium megkérdezése döntése nélkül szüntette meg a két pedagógus munkaviszonyát.
Ezek a kérdések azok, amelyek alapvetően sértik a Waldorf intézmény működésének szabályait. Az eljárás az elindult, mert maga ez a levél, ez már az eljárásnak az első lépése, ez a tényfeltárás. Abban az esetben, hogyha olyan válaszokat kapunk vissza, melyben cáfolják mindazt, ami ide jutott, akkor a névhasználati testület által megalakított vizsgáló csoport elindul, és valószínűleg személyes találkozások, interjúk során, dokumentum elemzéseken keresztül meg fogja állapítani, hogy mi is a helyzet valójában. A vizsgáló csoport dönti el, hogy milyen határidőre, milyen változásokat kell, hogy alkalmazzon az egyesület. A szakemberek jövő hét elején ülnek össze, és döntik el, hogyan folytatódjon az eljárás. A legrosszabb forgatókönyv szerint elvehetik a Waldorf nevet az intézménytől. Lemondott a Neumann János Egyetem rektora. Dr. Euler Piroska megbízatása idén december 31-én különben is lejárt volna. A felsőoktatási törvény értelmében pedig már újra választani sem lehetne. Lemondott a Neumann János Egyetem rektora, dr. Euler Piroska. A rektorasszony 2019. július 31-éig maradt hivatalában, derült ki a Magyar Közlöny március 29-i számából. Dr. Euler Piroska kérdésünkre elárulta, hogy a kinevezése idén decemberben mindenképpen lejárt volna. Ez ugye azt jelenti, hogy én december 31-ig töltöttem volna be a tisztségemet, de nekem ez év végével a rektori feladataim azok mindenképpen megszűntek volna. De ez azt kell tudni, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény szerint ugye egy rektor két ciklust tölthet be maximum. Ugye én most töltöm a másodikat. Dr. Euler Piroska gépészmérnök főiskolai tanár korábban 2013 és 2016 között volt az intézmény szakmai vezetője, másodjára pedig 2017. január 1-én lett az egyetem rektora. Lemondása tehát mindössze 5 hónappal rövidíti meg a mandátumát. Érdeklődésünkre döntése hátteréről is beszámolt. Idén augusztus 1-től a Debreceni Egyetem felkérésének eleget téve az ottani intézményben folytatja pályafutását, fő feladata a járműves műszaki képzés fejlesztése lesz. Debrecenben a BMW beruházása nyomán hasonló helyzet alakult ki, mint pár éve Kecskeméten, hiszen a Mercedes gyár felépülésekor akkoriban itt is megnövekedtek a járműiparhoz kapcsolódó oktatási, kutatási feladatok. A Neumann János Egyetem következő rektora augusztus 1-én fogja megkezdeni munkáját, a tisztség betöltésére április 15-éig lehet pályázni a közigállás.hu oldalon. Egy biciklizárat próbált egy férfi szétszedni egy faág segítségével a Zimai utcában. Az illető nem járt sikerrel, viszont szeretnék előkeríteni a farongálása miatt. Március 16-án este egy férfi biciklit akart lopni a Zimai utcában. Kamera rögzítette az esetet. Jól látható a felvételen, ahogy az illető egy kis facsemetét ketté tör, majd annak a csonkjával próbálja meg felfeszíteni, lefeszíteni a zárat. A lopást nem tudta véghez vinni, mivel a vas erősebb volt a fánál. Az ügyben nem történt feljelentés, mivel szerencsére a biciklit nem tudta elvinni, de szeretnék előkeríteni a rongálót, mivel a fát 2 éve ültették el. A Zimai utcában nem ez az első eset, hogy tönkretettek valamit. Egy ott élő beszámolt nekünk arról, hogy már többször is törtek be ablakot, sörös üveggel, a házakat összegrafitizték, de egyik esettel kapcsolatban sem történt semmi. Ismét rengeteg helyre hívták a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez a hétvégén. Bács-Kiskun megyében Izsákon a Nádas és az Avar égett nagyjából 500 négyzetméteren vasárnap délután. A tűzoltók egy holttestet találtak a helyszínen. A szárazság és a szokatlan meleg miatt az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Izsákról Molnár H. Boglárka tudósított. Jó napot kívánok, szervusz! Hivatalosan még nem erősítette meg senki, azonban a szomszédok elmondták, hogy mi történt, ugyanis tanúi voltak az egész eseménynek. Izsák egyik kertesházának a végén az ott lakó 80 év körüli idős hölgy gyújtott tüzet. Hát valószínűleg vagy a hulladékot akarta elégetni, vagy a növényzetet ritkítani, azonban a lángok hamar felcsaptak, és a hölgy már nem tudott elmenekülni a helyszínről. A szomszédok, amikor észlelték a tüzet, átrohantak segíteni, több család fogott össze, és kezdték oltani a lángokat, hogy ne terjedjen
terjedjen tovább a tűz, még a tűzoltók kiérkeznek a helyszínre. A 80 év körüli itt lakó hölgyet is a szomszédjai találták meg, és bár gyorsan kiérkeztek a tűzoltók, a néni életét nem lehetett megmenteni. Maga a tűz egyébként nem volt nagy, 500 négyzetméteren égett a nádas és az avar. Kovács Andrea, a Bács-Kiskó megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a hétvégén eddig 32 tűzeset volt a megyében, szombaton 19, ma pedig eddig 13. És mint mondtad, a szárazság és a meleg miatt az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, ugyanis nagyon gyorsan megtörténhet a baj. Ország Ferenc okleveles meteorológus pedig elmondta, hogy egyelőre marad a szárazság a megyében, csupán pénteken lehet számítani nagyobb csapadékra. Várakozáson felüli érdeklődést váltott ki a Csaba Tibor és családja javára megrendezett jótékonysági bál szombaton este a Ménteleki iskolában. 148 vendég jött el, a rendezvény bevétele pedig meghaladja az 1 millió forintot. A Ménteleki Csaba család megsegítésére rendezett jótékonysági bált a helyi iskola szombaton este. Mint arról már korábban beszámoltunk, Tibor és Erzsébet gyógyíthatatlan betegséggel élnek együtt, és nevelnek két gyermeket. Vargáné Tóth Orsolya, a szülői munkaközösség tagja elmondta, a bál ötlete Kelemenné Békés Julianna pedagógustól származik. Ő találta ki még februárban, hogy ha már Kecskeméten ennyi segítséget tudtak nyújtani a családnak, Ménteleket is meg kellene mozdítani. A falu közössége pedig egy emberként állt a kezdeményezés mellé. A bálon Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és Falu György képviselő is részt vett. Összesen 148-an jöttek el a rendezvényre, amelynek bevétele meghaladja az 1 millió forintot. Ezt az összeget már nem sokkal kell kiegészítenie a Csaba családnak, hogy megvásárolhassa azt a speciális gépjárművet, amely mindennapi életükhöz elengedhetetlenül szükséges lenne. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál egyik legnépszerűbb programja a Nemzetközi Bohém Ragtime és Jazz Fesztivál, amelyet már 28. alkalommal szervezett meg idén a Kecskeméti Jazz Alapítvány. Március utolsó hétvégéjén a Hírös Agórában ezúttal a magyar fellépők mellett a legjobb olasz zenészek is színpadra álltak, de a fiatalok is összemérhették tudásukat. Az olasz Mauro Porro Quartet és a magyar Szalóki Classic Jazz Sunday is fellépett a kecskeméti Hírös Agórában. Ezzel a koncerttel nyitotta meg kapuit pénteken a Nemzetközi Bohém Ragtime and Jazz Festival, amely három napon át koncertekkel és örömzenével várta a jazz szerelmeseit. Ugyanúgy egy a komoly zenére is meg kell érni, a jazzre is meg kell érni, és nem véletlen, hogy azért egy jazz fesztiválon a közönség mondjuk, hogy 40 pluszos, adott esetben 50 pluszos, külföldön 60 meg 70 pluszos. Viszont a swing táncosoknak köszönhetően azért nálunk is elég sok fiatal, ez most a 20-as, 30-as korosztályt jelenti. A 28. Bohém Fesztivál részeként tartották meg a harmadik országos jazz műveltségi vetélkedő döntőjét szombaton, amelyen 3-3 általános és középiskolás csapat mérte össze tudását. Más értékeket képvisel, mint a mai zene. Sokkal, sokkal összetettebb, sokkal komplexebb, hatványozottabban értékelhető, mint a mai popzene, amit természetesen abban is, tehát vannak értékek, meg szeretem is, de hogy azért ápolni kell ezt az irányt is. A feladatok között volt például Totó, hangszerek, stílusok és zenészek felismerése. A vetélkedő különlegessége, hogy a fiatalok nem csak az ország számos pontjáról érkeztek, hanem a határon túlról is. Színpompás felvonulással és családi nappal zárult a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola Rákóczi hete szombat délelőtt. 6 napon keresztül játékos formában tanulhattak a diákok a fejedelemről, de más izgalmas programok is várták a fiatalokat. Zenével, énekkel, tánccal ébresztették a fiatalok Kecskemét lakóit szombat reggel. Csak nem 600-an vonultak fel a Hírösváros utcáin, lezárva azt a Rákóczi hetet, amelyet a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában tartottak.
egész más dolog tankönyvekből tanulni történelmet, mint úgy, hogy nekik kell illusztrációkat készíteni, hozzáolvasni, novellát írni, rajzolni, makettet készíteni, tehát játékos formában ismerik meg Rákóczi korát. A programok között volt énekverseny Rákóczi korabeli dalokkal és barokk konyha ételkóstolással. Emellett megválasztották a fejedelmet is. Szerintem jól éreztük magunkat. Ugye volt a kampányunk, amit megnyertük az iskolában, és ez miatt mi lettünk a fejedelem és a fejedelemasszony. A nyolcadikosok különféle programokat szerveztek a kisebbeknek. Nekem a szépségverseny tetszett, mert az egyik legszebb osztálytársam volt, és örültem neki, hogy ő mehetett. A családi és sportnapon 12 állomás várta a diákokat érdekes feladatokkal. Volt például játékos sportverseny, hullahopp karikázás, floorball és még ugráló kötelezés is. Komoly zenei koncerttel zárul ma este a 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, adásunkkal egy időben a Híres Agórában. Bogányi Gergely és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közösen adják elő Schumann ámol zongora versenyét. A darab egy gyönyörű, igazi, nagy romantikus, szerelmes csúcsversenymű. Bogányi Gergely zongora művészt a 60 fős Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kíséri. Gerhát László karnagy elmondta, hogy a remek mű részben drámai, részben költői hangvételű, és nehéz gyorsan reagálni rá. A zenekarnak részben követő szerepe van, részben olyan fajta inspiráló közeget kell biztosítania, ami a szólistát inspirálja és segíti abban, hogy amit szeretne, azt meg tudja valósítani. Amint egy fél órás darabon kívül a szimfonikus zenekar színpadra viszi Mendelssohn Hebridák nyitányát és Brahms 4. é-moll szimfóniáját is. A bőr felépítéséről, funkcióiról, valamint a típusairól tartottak ma előadást a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Szakértők segítettek a leendő és a már gyakorlatban lévő kozmetikusoknak, valamint a szakképző iskolák oktatóinak a bőr diagnosztikájával kapcsolatban. Szakmai napot tartottak ma a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarában leendő és gyakorló kozmetikusoknak, valamint szakképzőiskolák oktatóinak. Bátori Kati és Juhász Klári a Kozmetikai Diagnosztika című könyv szerzői előadásuk során kiemelték, hogy a kozmetikusoknak nagyon fontos alaposan ismerniük a bőr szerkezetét, funkcióit, valamint különböző hatásokra adott válaszreakcióit. A szakértők elméleti és gyakorlati példákon keresztül készítették fel a szakmai klub résztvevőit. Elmondták, hogy a vendégek bőre egyfajta életrajz, amit a kozmetikusoknak kell megfejteniük, és eszerint kell kialakítaniuk a kezelési metódust. A kozmetikusnak a diagnosztizálást olyan magas szinten és biztos tudással kell végeznie, hogy a kezelés ezt követően a bőrtípusnak megfelelő legyen, állapotát javítsa és késleltesse az öregedési folyamatokat. Mivel a vendégek bőrének állapota minden esetben változhat, hiszen számos tényező befolyásolja működését, így a szakemberek nem kezelhetnek rutinból. Minden alkalommal a bőr diagnosztizálásával kell kezdődnie a kezelésnek azért is, mert nem biztos, hogy az adott bőr probléma a kozmetikus vagy esetleg egy bőrgyógyász szakterületéhez tartozik. A továbbképzésre sokan jöttek Kecskemétről, de az ország több megyéjéből, valamint külföldről is érkeztek tanulni vágyó nők. Férfi kosarasaink, röplabdásaink és kézilabdásaink győzelemmel zárták a hétvégi fordulókat. A megye 2. labdarúgó kecskeméti derbi döntetlennel, még a női kosármeccs és az NB3-as labdarúgó mérkőzés vereséggel zárult. Sportösszefoglalón következik. Vasárnap este a férfi kosárlabda NB1 26. fordulójában a KTE Duna Aszfalt az atomerőmű ese csapatát fogadta a Messzi István sportcsarnokban. 15 ponttal vezettek a vendégek, a Kecskemét azonban hatalmasat küzdött, s 3 ponttal 83-80-ra megnyerte a találkozót. Női kosarasaink, a kecskeméti KC az amatőr NB1 piros csoport 20. fordulójában a Peac ellen lépett pályára idegenben. A Pécs 74-51-es győzelmet aratott. A Kecskemét ezzel sorozatban 8. vereségét jegyezte.
Vasárnap hazai pályán játszott a női röplabda keleti csoport rájátszásában második helyet elfoglaló Röpkese a harmadik helyen álló Kispest csapata ellen. A rájátszás a végéhez közeledik, a Röpke utolsó előtti hazai mérkőzését játszotta. A HÉP Röpkese 3-1-es szett arányban győzedelmeskedett, ezzel bebiztosította második helyét a tabellán. Férfi röplabdásaink a HÉP KRC pénteken esélyeshez méltó módon múltak felül a debrecenieket hazai pályán, így már csak egy siker kellett a Kecskemétnek az elődöntő eléréséhez. Vasárnap este a negyeddöntő második mérkőzésén Debrecenben lépett pályára a HÉP Kecskeméti RC. Dávid Zoltán tanítványai 54 játékperc alatt győzték le a Deacot, és simán a négy közé jutottak. Vasárnap a labdarúgó MB3 középcsoportjában a Kozár Mislány vendége volt a Kecskeméti TE. A találkozón már az első félidőben 2 gólos hátrányba kerültünk, amit nem is tudtunk ledolgozni a végéig. 3-1-es vereséget szenvedett a KTE. Szintén vasárnap negyedik alkalommal rendezték az SC Hírösép Kecskeméti LC városi derbit a Műkertvárosi Sportcentrumban. A várttal szemben a tavaszi forduló negyedik meccsének elején a KLC dominált. A 25. percben megszerezte a vezetést, majd a 29. percben egyenlítette az SC Hírösép. 1-1-es döntetlennel zárult a megye 2-es rangadó. Szombaton délután a tabellán az utolsó előtti pozíciót elfoglaló Balmazújváros női kézilabda csapatát fogadta a KNK-se a Messzi István sportcsarnokban. A mérkőzésen végig csapatunk dominált és 31-24-es sikert aratott. Férfi kéziseink a tabella utolsó helyén álló török-szentmiklósi Székáccsal játszottak szombaton, az NB1B keleti csoport 18. fordulójában. A KTL Piroska Szörp 36-33-ra győzött idegenben. Jelenleg a negyedikek a tabellán. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Ismét használhatják a személyautók a Szolnoki úti aluljárót. Az autósok mindkét sávban használhatják a szakaszt, azonban a Bem utcát lezárták, érdemes eszerint tervezni az útvonalat. Névhasználati felülvizsgálat indult a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda és iskolával és fenntartójával a Gyermekkert Waldorf Egyesülettel szemben. A legrosszabb forgatókönyv szerint elvehetik a Waldorf nevet az iskolától. Egy 80 év körüli nő holttestét találták meg Izsákon egy tűz után, ahol nádas és avar égett nagyjából 500 négyzetméteren vasárnap délután. A tűzoltók most hétvégén is sok riasztást kaptak, pedig a szárazság miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben. Lemondott a Neumann János Egyetem rektora. Dr. Euler Piroska megbízatása idén december 31-én mindenképpen lejárt volna, a felsőoktatási törvény értelmében pedig már újra választani sem lehetne. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk a kórház hétvégi nyílt napját az altatásról. Délután vendégünk volt Rideg László. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével Kozák Polett beszélgetett. Végül pedig megmutatjuk a Benkó Zoltán Szabadidő Központban nemrég megépített jégcsarnokot. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap este a szokásos időben, tehát 7 órakor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden napos időre van kilátás, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, csapadék nem várható. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű. Szerdán egységű fátyol és gomoly felhőzetre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkülhet, több helyen megerősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 16 és 21 fok között alakul. Csütörtökön is folytatódik a változóan felhős idő, majd a délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A délkeleti szél több felé megerősödik, a legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Hetvenöt évvel ezelőtt született Krecsányi Ignác színész, színigazgató. Pályáját a Budai Népszínházban 1863-ban színészként kezdte. 1868 és 1873 között az Athénaeum nyomdánál korrektorként és revizorként dolgozott. 1873-ban lett színigazgató. Kecskeméten kezdte meg működését, később társulatával sok városban megfordult. Másodrangú színész, de elsőrangú igazgató és rendező volt. 1918-ban fejezte be elismert, sikeres pályáját. A 74 éves színigazgató társulatában színész generációk nőttek fel. 1918. szeptember 30-án került sor az utolsó fellépésére abban a színházban, ahol legnagyobb sikereit aratta. 25 évig vezette a Horváth Kerti Budai Színkört, amelynek ünnepi előadásán alig akarta leengedni a színpadról hálás közönsége. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban bemutatjuk a kórház hétvégi nyílt napját az altatásról. Délután vendégünk volt Rideg László. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével Kozák Polett beszélgetett. Végül pedig megmutatjuk a Benkó Zoltán szabadidőközpontban nemrég megépített jégcsarnokot. Kérem, tartsanak velünk! Az altató orvosok munkájáról szerezhettek valódi ismereteket az érdeklődők a Bács-Kiskun megyei kórházban szombaton tartott nyílt napon. Az aneszteziológia olyan orvosi szakterület, amelyről számos tévképzet kering a köztudatban. Ezeket kívánták eloszlatni a szervezők, hogy megmutassák, biztonságban vagyunk a műtétek alatt. Pont két napja volt egy éve, hogy Gyulai vagyok, vagy Gyulai. Korábbi betegek osztották meg az altatással kapcsolatos tapasztalataikat a Bács-Kiskun megyei kórház szombati nyílt napján. Semmire nem emlékszem, arra emlékszem csak, hogy kaptam egy injekciót, és már arra sem, hogy néz ki a műtő, mi történt velem, teljesen jól ébredtem föl, időérzékemet is elvesztettem, azt se tudtam, hogy meddig
voltam altatva, és utána sem voltak fájdalmaim. A személyes beszámolók megnyugtató választ adtak a műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos aggodalmakra. Az orvosok azt tapasztalják, hogy információ hiányában az emberek hajlamosak jobban félni az altatástól, mint magától a műtéttől. Aki eljött a központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztály szombati rendezvényére, meggyőződhetett arról, hogy nincs mitől tartani. Nagyon gyakran találkozunk a kérdés, hogy föl fogok-e ébredni, vagy egyáltalán el fogok-e aludni, vagy mit fogok egyáltalán érezni az altatás alatt. Az egész folyamatát szeretnénk bemutatni, és megnyugtatni mindenkit, hogy egy műtéti beavatkozás kapcsán mindenki a lehető legnagyobb biztonságban van, és mi folyamatosan ott állunk mögöttünk, és vigyázunk rájuk. Az intenzív osztályos kezelés megint egy külön misztikum. Az intenzív osztályon való tartózkodás valóban mindig egy krízis helyzet következménye. Krízis mind a beteg számára, mind a hozzátartozók számára. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a széleskörű ismereteink, eszközös lehetőségeink azért reményt adnak betegnek is, hozzátartozóinak is, hogy ebből a krízisből minél hamarabb kilábaljanak. Az anesteziológusok által használt korszerű gépeket és eszközöket stábunknak is megmutatták az osztály munkatársai, még mielőtt a nyílt nap vendégei megtekinthették volna őket. Dr. Losonc Eszter arról beszélt, hogy milyen módon mutatják majd be a megjelenteknek az intenzív kezelést. Szimulációs gyakorlatot fogunk csinálni. Eljátszuk azt, hogy felveszünk egy politraumatizált baleseten átesett nőbeteget. Ez azt fogja jelenteni, hogy koponyás sérülés, tompahasi, valamint mákasi sérülés, kivérzett állapotban egy instabil keringéssel légúti nélkül fog érkezni. Ezt követően a nővérekkel együtt itt összmunkában, összjátékban történik majd egy légútbiztosítás, gépi lélegeztetést indítunk, folyadékpótlás, keringés támogatás indítása, vénaszúrás, csinálunk egy centrál vénabiztosítást, erre már ide is vannak készítve egyébként az eszközök, imitáljuk a steril centrál vénabiztosításnak a módszerét, majd utána eljátszuk azt, hogy egy keringés megingás történik, folytatunk egy rövid reanimációt, egy rövid újraélesztés, körülbelül 2 perc után egy úgynevezett sokkolandó ritmuszavar fog visszatérni, defibrilláljuk a beteget, és akkor utána még bónuszként csinálunk egy mellkas csövezést egy jobboldali légmell miatt. Majd utána imitáljuk azt, hogy ezt a beteget bevisszük a műtőbe, ellátják a traumatológusok a sérülését. A műtőben is minden készen állt a vendégek fogadására. Ezek a tűk mindig ugyanabban a sorrendben vannak kihelyezve. Az orvosok pedig még teljes sötétségben is meg tudják őket különböztetni egymástól. Dr. Fülep Zoltán a rendezvényen hangsúlyozta, az anesteziológusok munkája rendkívül sokrétű. Fontos feladatuk például a műtétek előtti konzultáció, amely során célzott kérdésekkel mérik fel, hogy vannak-e kockázati tényezők, és eldöntik, hogy szükség van-e további vizsgálatokra. Ez akár késleltetheti is az operációt. A főorvos azonban kiemelte, mindenek előtt az életminőség helyreállítása a cél, nem az, hogy a beteg mi hamarabb túl legyen a műtéten. Ma délután vendégünk volt Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke. Kozák Polett beszélgetett vele, ezt láthatják most. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Március 29-én pénteken Dunavecsén rendezték meg a 9. Magyar Zarándokút konferenciát, amely a hagyományoknak megfelelően a Magyar Zarándokút idei évi megnyitója. A konferenciáról és a Magyar Zarándokút fejlesztéseiről, programjairól Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével beszélgetek. Jó estét kívánok, köszöntöm! Szép jó estét kívánok! Elnök úr, ez egy országos, sőt nemzetközi kitekintésű konferencia Igen. volt. Miért, kiknek a részvételével, milyen céllal rendezték meg a Zarándokút konferenciát? Ez a konferencia egy bevezetője minden egyes évben az induló zarándoklatnak. Ugye télen azért kevesen zarándokolnak, hát megvárjuk a jó időt, és ez a Magyar Zarándokút, ez a 6 magyarországi zarándokút közül az egyik legfiatalabb, 9 évvel ezelőtt indult útjára. Esztergomból a Pilis megmászása után Budapesten a Sziklakápolnánál folytatódik, majd Tasnál, a Zsiliknél jön át Bács-Kiskun megye területére,
és egy közel 200 kilométeres útvonal, főleg a Duna mentén, illetve két kitérővel, déli irányba halad, Kalocsán keresztül Bajáig, majd a Duna túlsó oldalára térve, végül is ez délen végződik, Pécs érintése után megy el ez Mária Gyűdig. A Mária Gyűdig egy templomnál van vége, és ilyenkor van egy hivatalos, nyitó zarándoklat. Mert hogy ez a zarándokút, ez olyan, hogy ezen bárki, bármikor, télen is egyébként elindulhat, de hát nyilván télen kevesen fognak elindulni, tehát nyitva van mindig, de van egy ilyen beharangozó útja minden év elején, így április folyamán, és ennek a megnyitását készíti elő, meg az évnek a kezdését, a zarándok év kezdését egy-egy ilyen konferencia, és ilyenkor jönnek el a zarándokok is, azok, akik már ezt az utat járták. Egyébként a 9 év alatt 6000 fölötti számban váltották ki a zarándok útlevelet, tehát több mint 6000 ember indult neki ennek az útnak, egy olyan útnak, ami hát 10 évvel ezelőtt még nem létezett. Úgyhogy ez egy óriási szám én szerintem, és ilyenkor derül az ki, hogy ki lesz ebben az évben, az adott évben ki lesz az úgynevezett zászlós zarándok, tehát aki elől viszi a zászlót, és mutatja az utat a többieknek, tehát mindig egy közéleti személyiséget kértünk föl arra, hogy vezesse a zarándok csapatot. Ez 9 évvel ezelőtt Papp Lajos professzor volt, a következő évben Schmidtné Makrai Katalin vezette a csapatot, és utána ők adják át a stafétát egymásnak, és ebben az évben is így került megnevezésre, hogy kinek is adják át ezt a zászlót, aki tudja ebben az évben vinni a zarándokok élén, és ez éppen az aktív turizmusért felelős kormánybiztos úr vállalta el, aki ugyan főleg kerékpár ügybe, Révész Máriuszról van szó, főleg a kerékpározásban szokott élen járni, és mindenki kerékpározni hívja, úgyhogy most azt mondta, hogy hát ő már annyit biciklizett, hogy most tényleg gyalog szeretne jönni ezen az úton, mert hogy van lehetőség kerékpárral is, van lehetőség gyalog is bejárni, természetesen a kerékpárosok sokkal nagyobb utat tekernek végig. Április 5-én indul ez 5-én, az zarándoklat, pénteken, ha jól tudom. E pénteki napján indul, Esztergomból a Szent Adalbert központ elől, és így indulnak neki ennek a délre tartó zarándok útnak. Van lehetőség egyébként ehhez még csatlakozni? Természetesen, bármelyik napon bárki csatlakozhat hozzá. Igazából Pestre érve ketté is ágazik az útvonal, Pestig mindenki gyalog megy, és Budapestről indul egy kerékpáros útvonal, illetve a gyalogosok folytatják az útjukat tovább, úgyhogy akit érdekel a becsatlakozás, ez a Magyar Zarándok Út honlapján, ezt kell beütni, és a magyarzarándokút.hu-n. Mindenki minden információt megtalál, aznap este hol van a szállás, másnap mettől meddig mennek, mekkora a távolság, tehát minden útbaeső település megvan rajta, és ha valakinek csak annyi ideje van, hogy egyik településtől a másikig vesz részt, ez úgyis jó. Nyilván ezt sokan megtették, ezt annak idején én is kétszer végigjártam itt az elmúlt évek során, és sokan megtették, hogy mondjuk eljöttek egy faluval előbb, elénk, és hazagyalogoltak velünk, vagy éppen otthon csatlakoztak, és a következő településig gyalogoltak el. Tehát az első évben 4-en jártuk végig ezt a teljes hosszát, tehát ez ilyen 450 kilométer a teljes hossza, de senki nem köteles ezen végigmenni. Tehát ha valakinek 2 napja van, 2 napot, ha 5 napja van, 5 napot tud zarándokolni, érdekes és nagyon élménydús lesz. Ezt ígérhetem mindenkinek. Időjárástól függetlenül, tehát bármilyen az időjárás, nem az lesz az élmény, hanem maga az a lelkület és a találkozás az emberekkel, akikkel az úton együtt sétálunk, meg a városi vagy falusi település lakókkal is, akikkel útközben összehoz minket a sors. Milyen fejlesztéseken ment át egyébként a Magyar Zarándok Út az elmúlt években, és milyen fejlesztések várhatók még az elkövetkezendő években, akár ha a Bács-Kiskun megyei szakaszra koncentrálunk, akár hogyha a többire? Hát nagyon szép, és különösen a Bács-Kiskun megyei szakasz szépen kiépített. Sikerült pályázati forrásból
zarándok szállásokat létesíteni. Gyakorlatilag ma minden egyes településen, ami útbe esik, van zarándok szállás. Kedvezményes áron, tehát ilyen 2000 forint környékén bekerül, van ahol 1500, van ahol 2300, tehát ilyen 2000 forint környékén, és minden egyes faluban van. Tehát ha valakinek csak annyi ereje van, hogy egy településnyi távolságot, hát ez 8-10 kilométer körülbelül itt az Alföldön, akkor annyit megy. Tehát nem kell neki 20-at, 30-at, 40-et, 50-et mennie, mindenütt van, és a legtöbb helyen egy gyönyörű szállást építettünk ki, tehát a Dunaparton is, hiszen ott húzódik, és ugye Kalocsa érintésével megy tovább Fajsznál, a régi Komp kikötőnél levő csárda épület melletti részlet zarándok szállás. De aki bevállalja a kitérőt Hajós felé, Hajóson is van egy vadonatúj, tehát néhány éve átadott zarándok szállás, de hát visszafelé észak irányba Hartán is egy szenzációsan szép szállás született. Jelek vannak, fölfestve, és nem csak festve, hanem jutott és futotta a pénzből arra, hogy kerámia lapok is, útirányjelző nyilak is vannak, kilátók épültek, pihenők épültek ezen a területen, a szállásokon túl. Úgyhogy nagyon változatos, de a Bács-megyei talán a legmagabiztosabban járható útvonal szakasz, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom figyelmébe. És a következő évre is van olyan fejlesztési tervünk, meg erre az évre is, hogy az ez évben egy Dunántúli, főleg kerékpárosokkal, de gyalogosan is bejárható nagy kör kialakítása lenne. Ahogy említettem, ez gyakorlatilag a Pilis után Budapestről a Duna vonalát követi jó sokáig. Ez a nagy kör pedig a Balaton, tehát Tihanyt is eléri, és úgy csatlakozik vissza ez a nagy kör. Ezt idén lesz kialakítva, és a következőben pedig egy Bács-Kiskun megyei, mondanám, hogy keleti irányú nagy kör kiépítése a tervünk. Hát van kiskör, nagykör, még nagyobb kör, és van nagyobb kör, hiszen elnök úr hozott egy szórólapot is a konferenciáról még hozzá. Így van. Ugye a körtúráknak azért van értelme, mert hogy egy adott pontról elindul, és gyakorlatilag visszaér valaki a kiindulási bázisra, tehát ha autóját ott hagyta, akkor azt, és egyebeket. De van egy óriási szakasz is, ahova azért egyszerű neki készüléssel nem biztos, hogy érdemes indulni. Most ezen a konferencián bemutatkoztak azok a szervezők, akik azt találták ki, hogy Jeruzsálemet kötik össze, nagyjából ugye a tenger, földközi tenger megkerülésével Európán keresztül Santiago de Compostela-ig, tehát Spanyolországba az El Camino végállomásáig, és ennek a neve a Jeruzsálem út, a Jeruzsálem végy, és itt a földközi tengert megkerülése, hát gyakorlatilag a cél, és azután csatlakozva itt Magyarországon keresztül végig egészen Spanyolország, mondanám az Atlanti-óceáni végső pontjáig, Finisterre nevű városkáig lehet ezen elgyalogolni. Hát ez 7500 kilométer, tehát ez egy óriási szakasz. Nyilván kevesen lesznek, akik kezdetétől a végéig bejárják, de természetesen ennek is lehet szakaszait megtenni és bejárni. A szervezőknek az a célja, hogy ez egyfajta békeút legyen, tehát a jelképe ennek az egész útnak is egy békegalamba a zászlóban, és ezt az utat már fölfestették, pontosabban fölragasztották már egy ilyen öntapadó matricákkal, hát visszafelé építik, tehát nem Jeruzsálemből kezdték, hanem a spanyol végéről ennek az útnak, és Budapestig most már ki van jelölve ez az út. És erre az évre az a céljuk, azért jöttek el a Magyar Zarándokút konferenciára is, hogy bátorítást meg útmutatást kérjenek, hogy merre tovább, és úgy tűnik, bízunk benne, hogy ez a Magyar Zarándokútnak a nyomvonalát követi, tehát átlép Bács-Kiskun megyébe és folytatódik déli irányba. És a békeútnak az is a célja egyébként, hogy a nagy csatahelyeket fűzzék föl. Tehát a mostani terv szerint ez a Mohácsi csatatérre is elvezet, majd Nándorfehérvárt, Belgrádot is érinti, és úgy tart tovább délnek.
Koszovón is keresztül mennek a terv szerint, tehát tényleg ezt a háborús övezeteket szeretnék, úgyhogy Görögországba is Gallipoli meg a nagy csaták színhelyét is fölkeresi, ez a zarándokút, és hát Törökországon keresztül, Szírián keresztül jutnak el majd Jeruzsálembe a fölfestéssel, illetve kijelöléssel is, meg hát aki abba az irányba szeretne zarándokolni, az is. Ez a Jeruzsálem vég sokak számára igen. érdekes lehet, de azt gondolom, hogy a magyar zarándokút meg sokak számára járható. Igen. Úgyhogy elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és megosztotta mindezt a nézőkkel. Köszönöm szépen én is. Próbaidőn van a Benkó Zoltán szabadidő központban nemrég megépített jégcsarnok, melyet a Kecskeméti Sportiskola keretein belül megalakult jégkorong szakosztály fiataljai tesztelnek. A jégpályának köszönhetően rengeteg fiatal kap lehetőséget, hogy elsajátítsa a téli sportot, a korcsolyázást. A Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztályának sportfejlesztési pályázatában valósult meg a jégcsarnok ötlete, melyet a Benkó Zoltán szabadidő központban létesítettek. A jégpályát márciustól kezdték el használni a kesi jégkorong szakosztály fiataljai, akik a jelenlegi próbaidő alatt tesztelik a csarnokot. A fiatal jégkorongozók, sportolók sportolhatnak most jelenleg. Ez a pályázatnak egy próbaüzeme, ami most zajlik jelenleg április közepéig, hogyha az időjárás is megengedi számunkra, hogy egy jégpálya üzemeljen, és igazán szeptember közepétől tervezzük a megnyitását. A 40x20 méteres mobil jégcsarnok hivatalos szeptemberi megnyitója után másoknak is lehetőségük lesz arra, hogy használhassák a pályát. A jégfelület a városlakói előtt a szabadon hagyott időben nyitva áll majd, azonban elsősorban a sportolók vehetik majd igénybe. A szabadidőközpont jégcsarnokának megépítése előtt a Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztálya a szakmai munkát egy idéglenes pályán kezdte el tavaly. Azóta már 3 környező iskolából is sikerült gyerekeket toborozniuk, így jelenleg mintegy 50 fő a szakosztály létszáma. A bajnokságban 3 korosztállyal vettünk részt, az U8-assal, az U10-essel és egy U14-es 3-3 elleni játékkal játsszák azt a játékot. Ez egy kispályás játék, és ezekben a bajnokságban vettünk ki részt idén. Az U8-as még kezdő, viszont az U10-es korosztály már olyan tehetséges, hogy a bajnokságok során több olyan nagyobb múltú város jégkorong csapatát is sikerült maguk mögé utasítani, mint Szeged vagy Debrecen. Mivel a sportiskola számos pozitív visszajelzést kapott a megalakult szakosztállyal kapcsolatban, így ez a téli sport teljesen alkalmas arra, hogy városunkban is tömegsporttá fejlődjön. A kesi jégkorong szakosztálya mindenképpen tervezi, hogy a Széchenyi városai iskolákkal partneri megállapodást köt, és ezeknek folyamán a gyerekek, az iskola tanulói majd használhatják a mindennapos testnevelési időszak alatt is. A Kecskeméti Sportiskola számára fontos cél, hogy minél több gyerek tanuljon meg korcsolyázni, ezzel is hozzájárulva a fiatalok egészséges életviteléhez. A projekt megvalósulásához a Magyar Jégkorong Szövetség, Kecskemét megyei jogú város önkormányzata és a szakosztály TAO támogatói is hozzájárultak. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Ismét használhatják a személyautók a Szolnoki úti aluljárót. Az autósok mindkét sávban használhatják a szakaszt, azonban a Bem utcát lezárták, érdemes eszerint tervezni az útvonalat. Névhasználati felülvizsgálat indult a Mihály kertje Kecskeméti Waldorf óvoda és iskolával és fenntartójával a Gyermekkert Waldorf Egyesülettel szemben. A legrosszabb forgatókönyv szerint elvehetik a Waldorf nevet az iskolától. Egy 80 év körüli nő holttestét találták meg Izsákon egy tűz után, ahol nádas és avar égett nagyjából 500 négyzetméteren vasárnap délután. A tűzoltók most hétvégén is sok riasztást kaptak, pedig a szárazság miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben. Lemondott a Neumann János Egyetem rektora.
Dr. Euler Piroska megbízatása idén december 31-én mindenképpen lejárt volna, a felsőoktatási törvény értelmében pedig már újra választani sem lehetne. A Ménteleki Csaba család megsegítésére rendeztek jótékonysági bált a helyi iskolában szombat este. Az eseményre 148 vendég ment el, a bevétel pedig meghaladja az 1 millió forintot. Az altató orvosok munkájáról szerezhettek ismereteket az érdeklődők szombaton a Bács-Kiskun megyei kórházban. A szervezők az aneszteziológia szakterületét érintő tévképzeteket kívánták eloszlatni. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!